Miért vagyunk mi itt ezen a világon? Miért vagyunk? Miért van az, hogy vállalkozunk valamire, és vagy átvilágítattunk, és meginatkozunk, vagy nem világítattunk át, és nem csinálunk semmit. Ha már átvilágítattunk, akkor láthatók legyünk. A művészet az ilyen. Valami által átvilágítottunk. Predesztinálva vagyunk a dologra. És ha szerencséd van, és megvalósítod azt, amiért át vagy világítva, akkor csodálatos dolgot csináltál. Éltél ezzel a lehetőséggel. Szent dolog. Ez kötelesség. Hát igen. Egyik másik főművel. Itt a Millet centenáriumról van szó, amivel pályáztunk. Ez a kép a nagy kiállításon is megjelent. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a kép olyan elképesztő nagy zavart okozott egyes művészettörténeseknek, főleg a Benszúr rajongóknak, és hogy létezik, hogy ez így történt, ez az egész annak idején. Igen, talán megemlíthetett, hogy meg volt idézőjelbe szabva a pályázatnak a témája. És ez a Benszúr Gyulának a Vajk megkeresztelése című kép volt. És hát ez is egy keresztelés című kép. Igen, és hát nagyon sok művészettörténész megvédte, és azt bizonygatta, már pedig a kódexek azt bizonyítják, hogy a veres képnek van igaza, nem a Benszúrnak. A más kérdés az, hogy a kép minősége milyen, de a ikonográfiája az biztos, hogy ilyen volt. Ez a drámaiság és európaiság, ez a Cézanne-i örökség, amit benne, akár ő is vesszük, benne élünk. És talán Cézanne is így gondolta, hogy a kép semmi más, mint egy biológiai egység. Keletkezik, kialakul és lezáródik. Mint hogy az emberi élet is ilyen, vagyis etapokon megy keresztül. Lélegzik, változik, alakul, megváltozik, összemegy, leépül, akkor megint próbálja életre kelni, vagyis örökké, de örökké változó képes legyen a kép, mondja a szezánizmus. Hát ne beszéljünk másról, mint a Csontváry nagy világáról, ahol ismerik a történetét, hogy ma már mindenki oda van érte, és azt mondják, hogy ez a legnagyobb emberi tett volt a magyarság történetében, a Csontváry életmű. Mint ahogy a magyar nyelv, az egy, akárhogy is vesszük, egy elszigetelt kis országnak a nyelve, nagyon kevesen beszélik a világban. Szemben a kínaival, vagy az orosszal, vagy az angollal, vagy a franciával. Kis nemzet, kis egzisztenciális történet. De kit érdekel? Most arra gondolj, hogy a magyar zenei világ az mire nyílik ki? Bartokot játsszák, de nem annyira szeretik, amennyire szeretni kéne. Honeggernek van egy csodálatos
hát interjúja Bartokról, amiben elmondja, hogy ő miért becsülő legjobban. Stravinskyvel és Schönberggel szemben egy egyedüli nagy zseni, akinek van zenei iskolázottsága. A többieknek látszik, hogy nincs. Ez érdekes. És igazuk van. Bartok egy nagy bécsi iskolán megy keresztül, akárhogy is vesszük. És átvergődik rajta, hogy aztán elhagyja, ugye? És ez a szenzáció benne.